Augusztus 1-ét 1992-ben nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Szoptatás Világnapjává. Ez a nap arról szól, hogy a csecsemő egészségében, mind fizikai, mind lelki értelemben mekkora szerepet tölt be az anyateljes táplálás. A makói Eni ebből az alkalomból hagyományosan összehívja a védőnőket, a szülőket és a gyermekeket egy közös programra, melynek idén is a József Attila Gimnázium aulája adott helyet. Ezt nagyon szeretjük megünnepelni, mert itt össze tudnak jönni a kismamák, beszélgetni tudnak egymással, nem szigetelődnek el, akik otthon vannak, a védőnénikkel is tudnak találkozni, más körzetekkel is, és tudják tartani a kapcsolatot, illetve információkat gyűjthetnek többféle témában. A rendezvény mind a szülőknek, mind a gyermekeknek tartogatott érdekes programokat. Így az előadások mellett volt kismamatorna, divatbemutató, valamint kihirdették az Én is anyám című gyermekrajz pályázat eredményeit is. Fontos, hogy együtt legyünk, meg minél többet megtudjunk ezekről a dolgokról, meg a gyerekek is jól érzik magukat. Én nagyon fontosnak tartom végül is abból a szempontból, így, mert így anyukák találkozhatnak egymással, megoszthatják egymással a tanácsaikat. Az anyatej valamennyi szakértő szerint a legmegfelelőbb táplálék az újszülött számára, és legalább fél éves koráig ez az a forrás, ahonnan a fejlődéséhez, egészségéhez, jó közérzetéhez szükséges tápanyagokat a legteljesebb mértékben magához veheti.